festők bensőséges szeretetet éreztek mesterségük anyagai iránt. Gyakorlatot és elmélyedést igényelt a festékkészítés, a mester személyisége minden estül jelen volt a mű létrehozatalának minden pillanatában. Akár a papírképet is lehetnek. Na, kinek van bicskája, fiúk? És nagyon leheret finoman, csak úgy picit, ahol látod, hogy nem tiszta, vagy túl durva a kéregek, picit leszedett, de nem úgy, mint a uborkát meghámozott, jó? Mert azért sok ér, és itt levágott körülbelül, mert ez a része, ez majd a textilhez jó lesz, de ide a legtisztább. Abba van, farkaskutya tej, csalánlevél, amikben önmagukban még nincsen annyi festékanyag, de mégis így együtt tudnak egy olyan igazi üde tavaszi színt adni, egy sokkal finomabb sárgát, sárgás-zöldet, mint amikor már teljesen megérett. Tehát az egy teljesen más karakterű szín. Az meg a fagyalt azért muszáj megfőzni, mert kemény. Tehát kemény a bogyó, abból nem tudod így kipréselni. De a bodza az olyan, hogy abból ki lehet. Na most ez mi a csuda, látjátok? Hú! Nézzet. Akkor szűrjétek át ezt, ebbe. A kanállal kotor ki, és a szűrőben jól nyomkod meg. Jól nyomkod meg. Fentekotás segítje? Igen, valaki a kotrás segítem lenne. Ezzel elkezdjük kevergetni. Elsőleg festettünk kartonlapokra, aztán fára. Olyan szépen ragyoghatjátok ezeket a színeket, hogy öröm nézni. Inkább a Magyarországon megtermelhető és megteremlett növényekkel foglalkoztunk, mint például a dió, bodza. Hát nagyon érdekes volt, hogy mi ezekre a növényekkel milyen szétszíneket tudunk kihozni, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk a levele vagy a gyökere amúgy nem is olyan színű. Ezekről a képekről semmit, de nekünk ezek növény, nem sokat gondolkodnak erre, de a régiek ezt szöveg nélkül is pontosan értették, hogy hát mi az élet parancsa, mi az élet ritmusa. Hát itt kevésbé figyeltek a prédikációra, így lett lecserélve a régi kép. Ezeket a tulajdonságokat érdemes már az elején
úgy megfigyelni, hogy föl tudjuk oldani. De akkor, amikor határozott van a vezetésnek, akkor legyünk határozottak. És hogyha nem szabályszerű, nem baj, mert a növények sem szabálykövetőek. Hát nagyon pompázatos. Hát nagyon pompázatos. Picit száradjon meg, és akkor, amikor ennek a keretével megvagyok, akkor a leveleknél csinálunk egy ilyen mélységi játékot, hogy mi az, ami hátul van. Mi az, ami elől, és szerintem kész, annyira galagonyás, hogy meg kell főzni. A legelső mesterfogadón Kelendi Ágnessel növényekből készítettünk festéket, és azokkal festettünk leginkább kartonra és egy kicsit fára, itt pedig ugye a mentévával festünk fa lapokra gyógynövényeket. Gyógynövényeket festünk, és ez azért izgalmas nekem, mert teljesen más, mint a budapestés, teljesen más technikákat kell használni, és a logikája is. Máshogy épül fel, ami kihívás. Hú, más ecset mozdulatokat, amik például segítenek a fazekasságban, egy levélhúzás, hogy hogyan illeszkedik rá, az aprólékos munka, például az is nagyon, oda kellett figyelni, hogy kuci levelet, kuci szirmokat, kerekre, ne szögletesre, és a csatlakozásokat. Én inkább ezeket így sajtítottam el, és ezek így nagyon megragadtak, amik szerintem jók. Talán a legnagyobb élmény Ivan Innivel való alkotás, vagy ahogy megmutatta a dolgokat, hogy pikpak felrajzott a 2-3 perc alatt a dolgokat, és aztán még kipróbált, és azt a mindenit, ez sokkal nehezebb, sokkal-sokkal nehezebb, és mennyi mindennek kell figyelni, és mennyire. Az iskolát már képekről, filmekről ismertem, egész más élőben megtapasztalni, és az, hogy egyáltalán a fiatalokkal is találkozok, az különösen jó. Azt gondolom, hogy sikerül közös hangot találni, és a bátortalan, bizonytalan emberkéket is arra rávenni, hogy a népi bútorfestéstől eltérően itt merjenek bátrak lenni. A természet sem olyan sematikus vizuális világot közvetít nekünk, mint ami egy nyomtatott forma, hanem tele van rendellenességekkel, rendhagyó dolgokkal, és éppen ezt próbáljuk meg kiemelni, de úgy, hogy megragadjuk az egyes növényeknek a sajátosságait, tehát megkeressük ezeket a tulajdonságokat. És nagyon érdekes, mert sok esetben a növényválasztás is olyan, hogy egy-egy embernek a saját egyéniségét tükrözi. Úgyhogy anélkül, hogy őket közelebbről ismerném, kialakul egy kép róluk a belsőjükről. Nagyon fegyelmezett, de tök jó. Szerintem egy nevet kapjon, és ettől kezdve kész vagy. És kell ránni. Kell ránni. Vagy latin nevet? Nem szeretnél? Hát magyar és latin, de ahogy gondolod, igazából, ha nem teszünk rá, akkor képileg egy kicsit lecsúszik. Tehát, hogyha meg is kapja maga a keretét, egy picit lecsúszik, én azt el tudom kezdeni, hogy kompenzálnád egy felirattal. Martilapú, tehát nem annyira nagyon durva. Azt is lehet, hogy a martilapút fölírod mondjuk másfél centis betűkkel, és a latin nevét fél centis. Legyen egy méretbeli különbség. De azért informatívan, ottani fel a latin nevét. Bizony. Teljesen más, mint a bútorfestésnél, mert ott sokkal ahhoz képest könnyen, mert itt térben kell ábrázolnunk, ahogy a virág meg maga a levelek is így mindenfele így gabajodnak, még a bútorfestésnél csak majd nem egyszerűen, nem térben kellett ábrázolni, igazából az volt a nehézség ennek, és az, hogy olyan élettel teli legyen. Az, hogy hihetetlen békesség és tolerancia jön le egy külső ember számára is az iskolán belül, az első körben egyértelműen. Az, hogy a szakma iránt, tehát mindenkinek a saját mestersége iránt egy olyan szeretet, hogy attól kezdve, hogy megkérdezem, hogy mivel foglalkozik, milyen szakma az ő területe, akkor olyan mosolyogva beszél róla. Ez azért úgy tükrözi, hogy rendben szeretik ezek a fiatalok azt, amit éppen csinálnak. Thank you.
Én mindenféleképpen ki szeretném próbálni azt, hogyha a bőrön az EcoPrint működik, akkor azt bele tudom-e ültetni esetleg valamilyen tárgyba. Én egy pénztárcára gondoltam, vagy egy övtáskára, ami úgy tudna jól mutatni. Azonban a növényi festés engem olyan szempontból motivál, hogy én szeretném elengedni a vegyi anyagokat, és növényekkel festeni a bőrt. Első azt tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor a növényből, hát lényegében kivonjuk a festékanyagot, és akkor úgy állítunk elő festéket, és azt használjuk fel, az milyen. Addig ezen a héten magát az, hogy egyben a növényt, hogyha ráteszem a textilre, vagy bármilyen felületre, akkor az, hogy adja ki magából a szint, úgyhogy előzőleg nem főztem ki a növényt, nem csináltam vele ilyen semmilyen plusz munkát, hanem maga a növény, hogy adta meg a lenyomatát. Szerintem ez volt így a nagyobb különbség benne, de amúgy így ezek a tudások egymásra építkeztek. És én nemezesként ezt szerintem nagyon jól fogom tudni használni. Nagyon kézhezállónak találtam, meg mindig is érdekelt a növényi festés. Szóval ez most így nagyon jó volt. Én igazából úgy jelentkeztem el az egészre, hogy hozzám nem állt így sose annyira közel ez a növényi lenyomatozás, ez az EcoPrint. És akkor így gondoltam, hogy így adok neki egy esélyt, és tényleg nagyon megtetszett. Meg a sejemnek így a különböző fajta ilyen festései nagyon érdekelnek, és ez nagyon jó volt, hogy így az EcoPrint-tel is tudtunk csinálni ilyen sejem festést. Készítettünk, hogy úristen, milyen lenyomatot hagytak, milyen színeket hagytak a textileken és papíron. Mivel nemezes szakon vagyok, ezért nem ezzel fogok így játszadozni, kipróbálni új dolgokat, de gondoltam arra is, hogy papírra lesz nagyon hasznosan, össze tudom vetni, plusz sejemsállal is, és például ajándékokra, vagy ilyesmikre fel tudom ezt használni. Nagyon sokat tanultam igazából. A nyáron volt egy elrontott próbálkozás egy ilyen EcoPrint nemezre, és szerintem, amit most csináltunk, az nagyon sokat segített abban, hogy megértsem, hogy mi volt az, ami nem jött össze a nyáron. Ja, Klemendi Ágnes, ő szerintem így beharangozta ezt a hetet, pár napot, mert szerintem ez így ráadott arra a tudásra, mert sok minden abból gyökerezik, amit a Klemendi Ágnes csinál, ez a pálconás főleg. Úgyhogy nekem nagyon sokat adott. Hát ugye csináltuk ezt a papír festés papírra nyomtatást növényekkel, ez szerintem ez nagyon szép, így reprezentálja a növényeket és az érzetüket.
Ugye volt a sejemfestés, az is különleges, hogy még nem dolgoztam sejemmel. És ez is a festés, én nem gondoltam, hogy így fog sikerülni ilyen jól. Én szeretnék kísérletezni bőrrel, hogy bőrön hogy lehet használni a növényi nyomatokat, illetve hogy lehet-e, mármint azt láttam, hogy lehet, mert volt rá példa, de hogy milyen módszerrel. Illetve szerintem így, hát többféleképpen is fel lehet ezt használni, ez tök érdekes mintákat lehet vele alkotni, akár úgy nemezre is, és aztán azt felhasználni bőrrel együtt. Tehát szerintem a saját szakmámmal is tudom ezt vegyíteni, ezt a technikát. Illetve édesanyám is biztos örülni fog, hogyha hazaviszek ebből a tudásból egy kicsit. Nem ezre fogok kísérletezni, mert egy nagyon jó tudás alakul ki. Ebben. Nagyszerű érzés volt, mert ez ilyen régi álom, hogy itt lehessek közöttetek, de ilyen formában még meglepetés is, hogy így kerültem ide vendégtanárnak. Nagyon lelkesek voltak, nagyon nyitottak voltak, és úgy éreztem, hogy így jól kijöttünk, és jól együtt tudtunk dolgozni, és úgy érdeklődtek nagyon a különböző témák iránt, meg ez egy ilyen folyamatos, hosszú munka. Sokszor sikerélmény van mögötte, sokszor kudarc, és akkor minden festésből tanulunk valamit. Itt is a két napban volt olyan része a dolognak, amire azt mondtam, hogy például a pamut nem pont úgy sikerült, ahogy én ezt elterveztem, pamutnak a lenyomata, mert hogy nagyon fontos, hogy milyen anyagot használunk, régi anyagot vagy új anyagot, és akkor ez mind befolyásolja a festésnek a menetét. Na, de összességében úgy gondolom, hogy egy sikeres napokat zártunk, és mindenki elégedetten megy innen haza, meg én is. Ahhoz, hogy jól csináljunk valamit.